Hegyi Zoltánnal beszélgetek stúdiónkban, akit könyvszerető, könyvolvasó embernek ismertem meg. Többször felhívta a figyelmemet különböző könyvekre. Most azonban, hogy ide érkeztem, szinte lelkesült örömmel újságolta, hogy olyan könyvet talált itt a polcon látható könyveink között, amit rögtön elolvasott, elég gyorsan elolvasott, és talán maradandó örömöt szerzett neki. Melyik ez a könyv? Igen. Luther Márton életéről szól a könyv, amit ő saját maga írt önmagáról. Illetve hát Virág Jenő evangélikus lelkész válogatta ki. Az ő idejében, Virág Jenő idejében már közel 100 kötetes volt a Luther összkiadás. Most ezt végigolvasni németül, és ezekből kiollózni Luthernek azokat a nagyon személyes, meg az ő lelki fejlődése szempontjából meghatározó részeket, tehát óriási munka volt. A két világháború közötti magyar könyvkiadásnak egyik szenzációja volt, és azóta már talán egy tucatnyi kiadást is megért. Te neked mi volt ebben a könyvben a leginkább megragadó? Én Lutherről nem olvastam terjedelmes könyveket, csak amennyit hallottam másoktól, meg predikációkba belefoglalva, és ahogy kezembe került ez a könyv, a kíváncsiság persze, mert aktuális is, nemrég múlt 500 éve az évforduló Lutherrel kapcsolatban, és hogy tudjak meg többet, és ahogy elkezdtem az első lapjaitól, a nyelvezete annyira megragadott, mikor elszakadsz a 21. századtól, és visszamész 5 évszázadot, egy más világba találod magadat, és a történelmet szerettem, és szerettem most is megtudni, hogy hogyan volt régen, és ez megragadott engem, hogy milyen világ is volt akkor a vallási téren. Meg lehet tudni egyes dolgokat a társadalmi életből is, ebből a kis könyvből, mert ez egy elég tömör könyv. Vannak könyvek persze biztosak, amik részletesebben leírják Luther munkásságát, de engem ez megragadott, és sokat tanultam, amit eddig nem tudtam. Tehát úgy olvastatta magát, mert ugye igen. Virág Jenő rövid összekötő szövegeket írt, amelyek egyszerűek, de elég lényegre tapintóak, és utána jönnek a Luther által írt szövegrészletek. Mely történetek ragadták meg különösen a figyelmedet? Hát ahogy fel van osztva a Luthernek az életszakaszai kis fejezetekre, mindegyik fejezetben van humor, és ez így különösképpen. Ez így olvastassa magát. Én nem képzeltem soha Luthert egy ennyire humoros személyiségnek, de ahogy én megértettem, sőt a predikálásaiba is belefoglalt humort, mikor ő vádulva volt sok esetben, humorral válaszolt vissza, mikor csúfsággal illették őtet. Ő ugyanolyan éremmel válaszolt vissza, persze nem a csúnya módon, hanem fölvette a hangot, ugye? De nagyon intelligens volt ilyen szempontból, és ez olvastassa magát, és próbáltam így megérteni, főleg a könyv végére így kialakult egy kép Luther jelleméről. És így visszagondolva párhuzamot vonnék Luther jellemével és Dávid jellemével. Tehát Dávidot is úgy képzelem el, hogy egy erős akaratú, bátor férfiú, és aki mindenben akarta az Úr akaratát teljesíteni. Így ismertem meg Luthert is a könyvből. Ő már mint gyermek az örökkévalóságra törekedett. A mai világban kevés olyan tizenéves gyermeket látok, aki igazán érdeklődjön a
hit iránt, a vallás iránt, és Lutherbe ez megvolt már kicsiny korában. És próbálta már akkor az ő életét úgy alakítani, ahogy ő megértette, hogy Isten elvárja az embertől, hogy viselkedjen. Tehát egy olyan igazi emberi sors kezdett kikerekedni előtte. Igen. Önmagával volt a legnagyobb harca. Ezt meglássuk Dávid Zsoltáraiban is nagyon sok helyen, hogy önmagát vádolja, hogy ő nem cselekszik elég jól, Isten szemébe biztos ő nem felel meg, és aggódik emiatt. Ilyen volt Luther is. De a könyv szépen bemutassa, hogy az élete folyamán Isten hogy formálta őtet, azért, mert Luther engedelmes volt az Isten szavának és az Isten hívásának. És így több jellem tulajdonságot ismertem meg Luther életéből, amit egy párat megemlítenék, hogy őszinte, nagyon őszinte ott, szüleivel szemben, és sokszor a túl őszintessége vitte őtet bajokba. Úgy látom. Nagyon szorgalmas volt. Céltudatos volt, hogy neki célja, hogy Istennek megfelelni, és mindent ezért elkövet, hogy Isten elfogadja őtet. De az akkori egyházi tanítások annyira sanyargatóak voltak az ember részére, hogy bármennyit tegyél Istennek, a tanítás az volt, hogy nem elég, még többet kell tegyél. És Luther valahogy érezte, hogy hát már ennél többet nem tudok tenni. Isten így se fogad el. És mikor kezébe került majd a Szentírás, a Biblia, akkor a Szentlélek hatására Luther kezdte szép lassan megérteni, hogy ezeket az aggodalmakat félretegye, és ő igazán Krisztusra koncentráljon, ma a nyugalmat és az üdvösséget onnan kaphassuk. Van egy fejezet is evel a címmel, hogy az ige az ember hitből él, ami Luthernek az egyik híres Bibliából idézett szakasza, igen, és ez ameddig eljutott erre a meggyőződésre, mennyi problémákon ment át. Szóval, hogy nem emberi erőből, hanem elfogadni Isten erejét, a Krisztusban felajánlott kegyelmet, és az a kegyelem változtat meg bennünket, hogy Isten cselekedhessen bennünk, hogy ne a mi magunk erőfeszítéseivel jussunk el a célhoz, hanem Isten ereje vezessen el majd olyan célokhoz, amiket ő akar. Hát igen, előttem is ott van a jelenet, hogy mikor Ágoston Rendi barát volt, akkor kilopózott a könyvtárba, és ott kezdte olvasni a Bibliát, és akkor rájött a vezető, hogy ő miket csinál, és azt mondta, hogy kedves Márton testvér, miket csinál maga itt? Hát a régi egyházi doktorok már mind kiszürcsölték a Bibliából az összes levet, hát maga most külön még a Bibliát olvassa. Már felismerte, hogy ebből bajod lehet. Igen, igen. Még. És aztán a római utazása, a Pilátus lépcsején való véresre sebzett térde, aztán a reformáció megindítása. Mely történet volt számodra a legmegkapóbb, amit Luther mondott el a maga életéből? Hát nagyon sok kis történet van, amiket én szerettem, ezeket a kis egymondatos anekdottákat, amikben annyi sok olyan mély igazságok vannak. Tudsz példát említeni ezek közül? Luther nagyon megelégedett volt. Ő úgy vallja magát, hogy ő a világ leggazdagabb embere. Ezt ő írja le,
hogy semmit nem adna azért, amilyen neki van, Romának az összes kincséért sem adná azt oda, ami nekie van. És itt mire gondolt? A Krisztusra, amit ő megismert, és amit ő megkapott. És bármennyit is adnának, ő ezért nem adna semmit, és élete végéig kitartott emellett. Sokszor ígértek neki szabadságot, vagyonokat, bármit, de ő ezekről lemondott azért, hogy megtarthassa a Krisztust. Tehát ő is úgy volt, mint Mózes, hogy a világ minden kincsénél, vagy Egyiptom minden kincsénél többre tartotta a Krisztus gyalázatát. Ugye, mert Luther sokat beszél a szenvedő Krisztusról, az értünk magát odaáldozó Krisztusról, és azt mondja, hogy nem a dicsőséget, hanem a gyalázatot kell először megértenünk, hogy aztán meglássuk majd Isten és a mi magunknak is a dicsőségét, hiszen Isten, akiket előre ismert, azokat el is hívta, akiket elhívott, meg is igazította, és akiket megigazított, azokat meg is fogja dicsőíteni. Nagyon nagy bátorsága kellett legyen akkor is, mikor a 95 tételt kiszegezte a Wittenbergi vártemplomra. A kapura, hiszen ő tudta, hogy ez egy nagy felháborodást fog kelteni a vezetőség, a papság körében. És mégis bevállalta. Bevállalta, de azt is felismert valamit a Szentlélek hatására Luther, mert van olyan említése is, hogy eljött az idő. Tehát tudatában volt annak, hogy amit ő most megtehet, ezelőtt 50 évvel még nem lehetett volna megtenni. És ő tudta azt, hogy elhivatása van, és engedelmeskedett az elhivatásnak. Vagy a híres jelent a Vorszi Birodalmi Gyűlésen, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Hát az is egy óriási bátorság volt. De azután a német parasztháború, akkor a posztillák, ahogy a szentbeszédeit leíratta, kinyomtatta, jól tudta, hogy a lelkészek zöme nem úgy beszél a Bibliáról, hogy kell, ő viszont mindenhova el akarta juttatni a prédikációit, aztán ahogy megírta a kis kátét, a nagy kátét, tehát óriási irodalmi működés is áll mögötte, és ne felejtsük el, a könyvből is megtudjuk, hogy a Biblia fordításait is, meg a műveit is ingyen írta. Tehát ő mindent ingyen csinál, tulajdonképpen a könyvterjesztők zsebébe vándorolt az ő munkájának az eredménye. Ő mindent Isten dicsőségére végzett, és hát aztán, mint családapa is, ugye a Virág Jenő könyv egészen az élete végéig követi. Az utolsó szóik, hogy állítólag ugye az utolsó mondata ez volt, hogy koldusok vagyunk, ez az igazság. Tehát kikerekedik egy hatalmas életmű, alig több mint 100 oldalon, mindenki elolvashatja. Te hogyan ajánlanád ezt a könyvet? Fiataloknak, időseknek, mindenkinek ajánlod? Bárkinek ajánlom, ezt együltében is el lehet olvasni, egy-két nap alatt 180 oldal, nem sok. Ez a sok anekdota nekem tetszik, amit elmondanék még, az egyiket, ami nagyon érdekes, és kapcsolódik a pénzhez, mert abban az időben oda jutott a keresztény világ, hogy az üdvösséget pénzért árulta. Ha volt pénzed, akkor üdvözültél. Illetve hát a búcsúcéduláknak a búcsúcédulákkal, igen. És a Luther idejében, sőt, addig eljutott, azelőtt még nem volt annyira kiterjedve, hogy kiterjesszék eztet a halottakra is. Tehát megválthatta valaki egy halott hozzátartozójának a lelkét pénzzel. És van egy nagyon komikus leírás, mikor egy katona találkozik egy ilyen búcsúcédulárussal, igen,
És a halott szüleinek megváltsa a lelkét. 4 krajcár volt egy olyan cédula, és avval egy személynek a lelkét meg lehetett váltani. És így megváltotta a szüleinek a lelkét, rokonainak, akik már elhaláloztak. És akkor egy aranypénz 60 krajcárnak volt számolva, és 15 személynek így megváltotta a lelkét. És mikor már 15 négy krajcárost odaadott, azt mondja az árusnak, most kérem vissza, hogy adjak egy aranyat érette. Tehát felváltsák a pénzt. Persze, az biztosította, hogy most már kifizetted a krajcárokat, ezeknek a személyeknek a lelkei most a tisztított tűzből átmentek a mennyországba. És miután visszakérte a 60 krajcárt, nem adta oda az aranyat, azt mondta, hogy hát most már a lelkek jó helyt vannak, nekem nagyobb szükségem van erre a pénzre, mint neked, és sarkon fordult, és elment. Tehát ilyen kis anekdották vidámítják meg az olvasót, és nem unalmas egyáltalán a könyv. Tehát néhány nap alatt elolvasható, te is végeztél vele. Én is egy hétvégén olvastam, persze. Hát köszönjük szépen, és örülünk ennek az olvasmány élménynek, és ajánljuk a többi könyvet is Lutherről, például Friedenthalnak a Luther élete és kor, az már egy vaskos könyv, vagy más egyéb művek, amelyek itt az évfordulóra is megjelentek, de az biztos, hogy Virág Jenő evangélikus lelkész könyve úttörő vállalkozás volt, mert más dolog azért Luthertől magától olvasni dolgokat, és más dolog róla olvasni dolgokat. Megszeretette magát, és kíváncsi vagyok most már, hogy más könyveit is elolvassam Luthernek. Köszönjük szépen! Én is.